acéltörő rendszerváltás. RPG 7 helyett Carl Gustav M4. Dupla hatótávolság, gránátok széles választéka, könnyű kezelhetőség. A honvédelmi és haderőfejlesztési program keretében a legfontosabb elem az, hogy a katonáinkat olyan felszereléssel lássuk el, ami a 21. századnak megfelelő. Nem akadály többé az aktív védelmi rendszerrel ellátott harckocsik, vagy éppen speciálisan kiépített lesállások leküzdése. Az új fegyver akár zárt térben is alkalmazható, ami helyiségharc során kifejezetten előnyös. A rendszernek a nagy előnye egyrészt a kis tömege, illetve hasonló tömeghez képest az a képesség többlet, amit maga az eszköz nyújtani képes. Ez az eszköz éjszakai irányzásra is alkalmas. Betöltés, a helyes tüzelőállás felvétele, célzás és tűz. A felkészítés első éles lövészeti napján a leendő kiképzők az alaplő gyakorlatokat hajtották végre különböző típusú töltetekkel. Hát a személyes tapasztalatom az, hogy egy teljesen más fegyverről beszélünk, mint amiket eddig használtunk. Szerintem nagyon sokan szívesen kipróbálják majd, és hogyha rendszerbe fog kerülni, akkor ezt tudják majd kamatoztatni a tudásukat, illetve maga a fegyver, ez tényleg egy csúcstechnikának számít.